Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Ragoncs Erita vagyok. Nézzünk, mit kínálunk a mai műsorban. Idén április 15-én indul a 24 órás filmkészítő maraton. A 20. századi magyar történelem vészterhes korszakába repít a Szabaduló Színház című darab. Petőfi Sándor művei a költészet napján, Rékosi Károly előadói estje Dombóváron. Április 15-én rajtol el immár 10. alkalommal a Forgassa Földért 24 órás filmkészítő maraton. A versenyen a világ bármely tájáról részt lehet venni. A program célja, hogy mindössze egy percbe tömörítve a készítők felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, a fogyasztói szokások megváltoztatására és a környezettudatosabb gondolkodásra. A környezettudatos gondolkodás erősítését tűzte ki célul 10 évvel ezelőtt a Shoot for Earth, vagyis a Forgassa Földért című magyar kezdeményezésű filmkészítő világjáték. Az idén, április 15-én induló versenyt a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara, valamint a Forgassa Földért alapítvány szervezi. A kar, mondhatom, egyik legfontosabb projektjévé vált a Forgassa Földért program. Elsősorban amiatt, mert két nagyon fontos küldetésünket jeleníti meg. Az egyik küldetésünk a környezettudatos gondolkodást, a nevelés. E tekintetben már nagyon sok programot indítottunk el, és ezekbe a programokba jól kapcsolhatók a Forgassa Földért különböző projektelemei. A másik küldetésünk a tehetséggondozás. Keressük azokat a tehetségeket, akik ebben a mai kultúrában, a mai világban meg tudják jeleníteni önmagukat az új technológiák segítségével, filmekkel, forgatókönyvekkel, dalokkal és így tovább. Most ez esetben ezeket kombinálnia kell a versenyzőknek, és meg kell mutatniuk, hogy rövid alkotások keretében hogy tudnak komoly, fontos dolgokról megnyilatkozni, mint amilyen például a környezetvédelem. Ez a két nagyon fontos küldetése a karnak, ami megjelenik a mi együttműködésünkben, most már sok-sok éves együttműködésünkben, és örülök annak, hogy a jubileumi Forgassa Földértnek is a kar adhat otthon, segíthetünk ennek a programnak a megvalósításában, és közreműködhetünk minél több fiatal, tehetséges alkotó toborzásában. A Szekszárdi Karról egyébként több hallgató is bekapcsolódik a programba, azonban nem csak alkotóként vagy versenyzőként, hanem rendezőként is. Látják, értik ennek a programnak a jelentőségét, és jó hírét vitték már eddig is. Aminek még jobban örülök, hogy a kar holdudvarában működő tehetségműhelyeink középiskolásai is érdeklődnek a program iránt. Hát egyre több középiskolai hallgató jelenik meg Tolnából, de most már más megyékből, más térségekből is, aki egyfelől alkotni akar, másfelől bekapcsolódni a rendezésbe. Ez a Forgassa Földért program tehát nyugodtan mondhatom betölti rendeltetését, tehetségeket toboroz minden irányból, fölhívja egy nagyon fontos ügyre a figyelmet, és ami nagyon lényeges, az én nézőpontomból mindenképpen fölhívja erre a karra is a figyelmet, azokra a törekvéseinkre, amelyek gyönyörűen öltenek testet ebben a most már jubileumi programsorozatban. A környezetvédelem egy rendkívül komoly és fontos téma. Szécsi Gábor elmondása szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalokat megragadja és érdekli a probléma. Hogy ők képesek minden helyi problémát, elsősorban most minket a környezetvédelem érdekel, környezetvédelmi problémát egy sajátos globális nézőpontból értelmezni. És fordítva, a globális kérdéseket rá tudják vetíteni helyi világokra. Ez a furcsa globális-lokális kettősség a gondolkodásmódjukat, látásmódjukat, kommunikatív tevékenységet egyaránt befolyásolja, és hát ilyen értelemben kitűnő alapot jelent arra, hogy például a környezetvédelemmel kapcsolatos véleményüket, álláspontjukat valamilyen helyi probléma köré csoportosítsák. A másik nagyon különleges vonása ennek a nemzedéknek, amit ez a Forgassa Földért program kiaknált, hogy az őket érdeklő kérdések, problémák mentén a digitális térben, médiatérben nagyon gyorsan aktivizálhatók. Hihetetlen gyorsan rá tudnak tapadni egy-egy kérdésre, jó hírét tudják vinni a problémának, másokat is tudnak mobilizálni, aktivizálni, és hát akár rövid idő alatt helyi problémák mentén
globális együttműködéseket kialakítani, vagy éppen fordítva, globális kérdések mentén helyi csoportokat formálni. A játékra egyébként bárki bárhonnan jelentkezhet, korosztályi megkötés és nevezési díj nincs. A beküldött pályamű lehet élőszereplős rövidfilm, videóklip vagy animáció. Emellett a forgatásnál bármilyen mozgókép rögzítő eszközt lehet használni. Maga a játék szabály az nem változott, az a kezdetek óta egy perces filmeket kell csinálni, 24 óra alatt, és ugye, hogy ne forgassanak előre a játékban résztvevők, ezért találtuk ki, hogy vannak bizonyos témaelemek, amik közül be kell építeni, és valahogy logikailag kell beépíteni, és aki filmet csinál, az tudja, hogy az nem mindig egyszerű, hogy bizonyos elemet beépíteni a filmbe, amihez ki kell találni a filmet magát, hogy ez hogy készüljön. Az idei évben tulajdonképpen, ami már az elmúlt évben, tehát tavaly kezdődött október 5-én jelentettük be a New Yorkban, a New York Egyetemen volt a felvezető programja, ahol azt is bejelentettük, hogy az idei játék, ennek az áprilisi játéknak a fővédnöke, Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlés elnöke, ami számunkra nagy öröm, hiszen egy olyan diplomata, aki a világgal áll kapcsolatban, ő az, aki vállalta ennek a fővédnökségét. A játék mindenhol délelőtt 10 órakor kezdődik, a saját időzónájuk szerint a világon bárhol, szombaton délelőtt, április 15-én, és addig, tulajdonképpen addig várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a játékban, hát természetesen Magyarországon a mi időszámításunk szerint, és vasárnap délelőtt 10-ig kell feltölteni a kész filmet az internetre, a játék szabályai szerint, és hát nagyon sok dolgunk van utána, hiszen a filmeket ki kell küldeni a zsűrinek, lesz egy ilyen online élő zsűrizés a nemzetközi zsűri tagjai között, és aztán kedden délelőtt 11-kor eredményhirdetés. A kisfilmekben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a mindennapokban odafigyeléssel, takarékossággal, tudatossággal mit tehetünk környezetünk megóvásáért. A magának a játéknak a célja ugye a környezettudatos gondolkodás segítése, vagy azt nem mondom, hogy divatossá tétele, de valahol annak kéne lenni, vagy annak kellene lennie, hiszen ha mindannyian, és ugye minden egyes ember környezettudatosan gondolkodik, akármiben, vásárlástól kezdve az életvitelében, akkor azért az egy elég sokat jelent, és nyilvánvalóan, akik bizonyos dolgokat előállítanak, számukat is, az ő számukra is befolyásoló tényező lehet az, hogyha az emberek bizonyos dolgokat odafigyelnek, és környezettudatosan élnek. Hát ez a cél. És ugye megszólítani a fiatalabb generációt is, akik a filmkészítésben, ami soha nem volt ilyen népszerű, mint ahogy az elmúlt években azzá vált. Mindig elmondjuk, hogy körülbelül 4 órát töltögetünk filmet pöckölgetésével, nézegetésével, és nyilvánvalóan, ha van egy jó ötlettel megvalósított film, az mindenkit megfog. Lehet, hogy követendő példa lesz. Indulókat a világ minden pontjáról várnak. Kiemelten figyelik majd a határainkon túl a diaszpórában élő magyar versenyzőket, őket külön is díjazzák majd. Az ő filmük is részt vesz a nemzetközi megmérettetésben, de egy külön díjazásban részesülnek, akik diaszpórából küldenek be filmeket. Minden évben megszólítjuk őket, az elmúlt évtől kezdődően, mert igény mutatkozott, tehát nagyon sokan küldtek, nagyon sok a világban valahol élő magyar származású ember küldött filmeket, és ezért gondoltuk úgy, hogy akkor odafigyelünk külön erre. És hát természetesen van magyar díjazás, külön díjazás rendszere, és a legjobb magyarok kerülnek be ugyancsak a nemzetközibe. A zsűri hát majd, hogy nem megszokott, ugye David Lawrence földes, aki a Los Angelesből lesz a zsűri tagja, aki tulajdonképpen ő a zsűri elnöke, aki 20 éven keresztül, több mint 20 éven keresztül volt a Diák Oscar-díj kiosztó bizottságnak a tagja, és nagyon jól ismeri a fiatalok filmezési szokásait. Karl Bárdos, ő a New York Egyetemnek a professzora, és aki a kezdetektől velünk van, tehát tulajdonképpen alapítója a játéknak. Helyiek is vannak benne, Tóna megyéből is, illetve Szekszárdról, az egyetemről, és persze sok filmes és újságíró van a háttérben, aki tevékenykedik. Bízva abban, hogy nagyon sok film érkezik be, és nagyon sok embernek kell besegíteni ahhoz, hogy egy tökéletes, tiszta eredmény szülessen.
A magyar történelem 20. százada egy teljesen új és a fiatal korosztály számára élvezhető darab formájában volt látható a Tamási Művelődési Házban. A történetben a diákokat egy szabaduló szoba röpíti vissza a régi idők nagy drámáinak közepébe, ahol átélik és megértik szüleik, nagyszüleik, illetve koruk tragédiáit, személyes múltját. A darab a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Matthias Corvinus Kollégium és a Mandinel gondozásában megjelent Magyar Hősök című könyv alapján született. A Magyar Hősök Szabaduló Színház című előadás történetében 5 középiskolás diák vállalkozik arra, hogy tanáruk vezetésével egy rendhagyó történelem óra keretében ellátogassanak egy speciális szabadulószobába, a 20. század arénába. Én egy történelem tanárt játszom, német történelem szakos tanárt, aki elhozza a gyerekeket egy úgynevezett szabadulószobába, hogy ezáltal megmutassa neki néhány 20. századi hősnek a sorsát, az életét, hogy ne csak a telefonjaikat piszkálják, hanem legyen valami tapasztalatuk ezeknek az embereknek a sorsából. Mert tulajdonképpen végül is ez a szüleiknek az élete is lehet akár, vagy lehetett. Vannak benne időbeli ugrások, de ezt az ügyes díszlet megoldja a lapozással például. Ez a szabaduló szoba tulajdonképpen csak egy eszköz, de egy elég jó eszköz arra, hogy valami szeletét megismerjék a történelemnek. Én nagyon bizakodó vagyok, meg optimista, meg hát nagyon örömmel tapasztaljuk, hogy özönlenek a fiatalok ezekre az előadásokra, és érdekli őket, és állítattal nézik, és elgondolkodnak, és utána beszélgetnek róla. Mit fognak csinálni? Ki fognak minket végezni? Hát azt nem tudom, de az biztos, hogy egy konkrétabb és veszélyesebb világot fognak megismerni, ahol olykor felelősséget kell vállalni, néha súlyos döntéseket kell meghozni. Nem úgy, mint maguknak manapság. A való élet, a történelem néha a legbrutálisabb akadálypálya, amelyben a szereplőknek egykor életre halálra kellett küzdeniük. Ezekkel a szavakkal fogadja a titokzatos rendező az 5 középiskolás diákot és tanárukat a 20. század aréna diktatúrák szorításában nevet viselő szabadulószobába. 2 karakterem van az előadásban, az egyik Karcsi, ő a tanár úrnak az osztályába jár, a másik pedig Olofszon Károly, azaz ismertebb nevén Placid atya, akit koholt vádak alapján elvisznek a gulágra és 10 évig fogva tartják. Szerintem Szabó Borbála, a darabírója, nagyon jól felépítette. A dramaturgiája az előadás cselekményének úgy indul, hogy egy középiskolás töri tanár elviszi a diákjait egy történelem tematikájú szabaduló szobába, és aztán ott van az elején egy eléggé hosszú jelenetünk arra, hogy megismerjék. Igazából önmagukat látják a diákok, mert mi ott az elején diákokat játszunk. Ezzel szerintem már eleve a távolság egy picikét megszűnik közöttük, mert nem egy rendhagyó irodalomórát akarunk nekik tartani, meg nem egy rendhagyó történelemórát, és aztán már kellő idő után, miután úgy van felépítve a darab tematikája, hogy beszippantsa őket, na akkor elevenedik meg a történelem, és azáltal, hogy mindegyikünk, aki középiskolás játszik, mindegyikünknek van egy történelmi karaktere, szerintem ez is egy jó találmány ahhoz, hogy közelebb kerülhessen, és van szerintem egy harmadik, egy fontos tényező, az, hogy ezek nem kanonizált személyek, ezek húsvér, élő, hétköznapi emberek voltak. Szóval talán attól is közelebb kerülhet hozzájuk, hogy nem fekete-fehér fényképek a történelemkönyvből, nem politikusok vagy ismert emberek, hanem lehettek akár az ő nagyszüleik is. És szerintem ez az egyik fontos kulcsa a dolognak. A második világháborútól a magyar vészkorszakig egy elég széles palettát mutat be az előadás, és a darab szerkezete is ennyire sokszínű és változatos és szilánkos, és ezek, mint a kaleidoszkópban a szilánkok, a darab végére, mint a puzzle-be a kirakós, ezek összeállnak. És a nézőknek is, úgy, mint a diákoknak, úgy a pedagógusoknak is, a végén lesz egy ilyen wow élmény, egy ilyen rácsodálkozása, mert hogy mindegyikünk, akiknek van egy-egy történelmi karaktere, ez 3 részre van szabdalva, és nem lineárisan egymást követik a jelenetek, hanem a karaktereknek a jelenetei, azok úgy váltogatják egymást,
hogy mi lineárisan egy ívet három részből összerakunk, de nem úgy jön, hogy egy, kettő, három, hanem az egy és a kettő között neki van az egy, és a kettő és a három között neki van a három, és a végén ezek egyszerre állnak össze. A megjelenő karakterek olyan hétköznapi emberek, akik emberiségükkel, együttérzésük, hazaszeretetük vagy hitük szerint a legnehezebb pillanatokban tudtuk nélkül hőssé váltak, akár saját életük feláldozásával. Van a gulágra elhurcolt pap karaktere, akkor van benne Salka házisára, akinek nemrég adták ki a naplóját, akkor van benne Gérec Attila, 20. századi költő, őt például Csúlya Imre játssza, aki egyébként meg Kozma Géza történelem szakos tanár, van benne Richter Gedeon, szóval nagyon sokféle figurát felmutatunk, és sok figurának, illetve hát nem is figurának, sok embernek az életútjába tekinthetnek be a nézők. Fontos látni olyan történelmi példákat, amik kézzelfoghatóak, és igazából bármelyikünk lehetne hős, vagy bármelyikünk dönthet egy adott helyzetben, vagy egy adott szituációban jól és rosszul. És nagyon jó, hogy van olyan előadás, ami felmutat olyan egyszerű, de valódi példákat, amik olyan minták lehetnek, akár a minket most körülvevő világban, akár a távoli, remélhetőleg inkább távoli, mint közeljövőben, amik, hogyha adnak egy asszociációs lehetőséget, vagy egy olyan mintát, ami példaértékű, és ez beépülhet a nézők közül, akár csak egy emberbe is, akkor már megérte. Mi? Nem tévedek. Szerzetes ide? Azoknak férfiak szoktak lenni? Mi testvéreknek szólítjuk magunkat, de már szóval apácák. A Magyar Hősök Szabaduló Színház című darab a fiatalok nyelvén nyújt számukra valódi élményt és gyarapítja a 20. századi magyar történelemről meglévő ismereteiket. Én Salkaházi Sárát játszom, akit a Dunában lőtt apácaként is szoktak emlegetni, és az az érdekes ebben a karakterben, hogy ő eleinte, Salkaházi Sára, körülbelül 100 évvel ezelőtt már egy nagyon modern nőnek számított, tehát úgy kell érteni, hogy ő például tanítóképzőt végzett, újságokba írt, nadrágot hordott, kocsmákba járt, tehát ilyen nagyon bohém életet élt, és ilyen nagyon nagyvilági nő volt, és utána mégis így a hivatását azt apácaként találta meg, ez egy elég nagy párfordulás szerintem, úgyhogy ezt nagyon érdekes a színpadon is megjeleníteni. Én azt hallottam, hogy nagyon megfogja őket, és ami a legfontosabb, hogy el is gondolkoznak, és elkezdenek erről beszélgetni, tehát hazamennek az előadás után, és ez is volt az egyik célja ennek az előadásnak, amikor készítettük, hogy a fiatalok otthon elkezdjenek erről beszélgetni, és pont azt mutatja meg az előadás, hogy ezek a történetek mindenkinél így vagy úgy, de megjelenhetnek a családjukban visszamenőlegesen, és én azt vettem észre, hogy erről elindul egy diskurzus, ami szerintem nagyon fontos. A darab 6 hétköznapi hős sorsának szokatlan nézőpontból történő bemutatásán keresztül segíti a középiskolás diákokat a történelem megértésében. Maga az előadás interaktív, mert hogy maga a díszlet egy könyv. Mert a kiinduló pont is könyv, tehát a Magyar Hősök című könyv, és azt álltam ki, hogy a díszlet olyan legyen, hogy lapoznak, mint hogyha egy könyvet lapoznának. Tehát az elején véletlenszerűen kiválasztódnak a szereplők, persze nem véletlenszerűen, de kiválasztódnak, de hogy közben ugye mindegyik jelenet más helyszínen játszódik. De más helyszín az úgy jelenik meg, hogy más vetített háttérrel. Minden helyszínen színpadra kell alkalmazni a dolgot. Tehát, hogy maga az előadás önmagában nem működik a helyi berendezés és a helyi technika nélkül. Tehát így össze kell hozni, hogy mit használunk a helyi cuccokból, mi az, amit meghozunk hozzá. Nos, a nagy részét hozzuk, de azért ez egy folyamatosan változó entitás, tehát hogy ez azért nem megy magától. Remek programmal érkezett Rékasi Károly a költészet napjára Dombóváron. 50 percnyi anyagot merített Petőfi Sándor a legnagyobb magyar költő költészetéből. Szabadság szerelem címmel zenés előadói estet tartott. Kigyúlt egy csillag. Kiskörös. Nem célom, s tudásom is kevés lenne ahhoz, hogy a gyújtófényű csillag útjának minden pillanatát megpróbáljam önök elé tárni. De vannak dolgok, amikkel életünk során szinte egyé válunk.
ami a részünké lesz. Nem is mindig keressük az okot. Egyszerűen jó. Petőfi Sándor Zseninek tartja a Rékasi Károly. Káprázatos világot képvisel a színész szerint a költő. Petőfit kevésbé ismert oldaláról szeretné bemutatni előadói este alkalmával. Az Útirajzok című kiadványra gondolok, amiben Petőfi Sándor leveleit gyűjtötték össze. Gyakorlatilag egy évnyi utazás, egy évnyi életút egy órába sűrítve. Gondolom, hogy hallatszik is, hogy odabent már a beállás, a hangbeállás folyik. Egy káprázatos zongoraművésznővel, Somlai Valériával szűrtük össze a levet. És például én szeretem az új dolgokat, nem szeretem az általános előfordulásokat, így aztán például a videó és az élő zene is helyet kap ebben az előadásban. Az Alföld című vers az először képekben, fotókban és zenében szólal meg, majd utána a prózai előadásban. Tehát szeretem az újszerű dolgokat, ezekkel az újszerű impulzusokkal próbálom meglepni ma is a nézőket. Eddig sikerült, remélem, hogy ma se vallunk kudarcot. Amikor főiskolás voltam, és szeptemberben a kollégiumba indultam, mindig ugyanazt a 6 könyvet préseltem be a táskámba. Közülük 3, Petőfi Sándor összes versei és Petőfi Sándor útirajzok. Miért is? Talán mert az Alföldön nőttem föl. Mert tanulás helyett jobban szerettem kibámulni a szemközti fákra, ott figyelni a vadgalambokat, a fák fölött a felhők játékát, vagy bolyongani a dűlőutakon, bámulva a madarak röptét, vagy hallgatni a halastónál a békák zenét. Rékasi Károly szerint a magyar költészetben az egyik legszebb szerelmes vers, ami valaha is megszületett, az a Szeptember végén című költeménye Petőfinek. Az es nem csak a költészet napján hangzik el, hanem járja vele az országot. Minél több helyszínen szeretné bemutatni Petőfi Sándor költészetének eme ritkán ismert oldalát. Épp a feleségemmel erről beszélgettünk, hogy gyakorlatilag ennyire hosszú monológot, ez olyan 47 percnyi saját szövegmondással telik el. Mindenki engedelmére 47 percnyi szöveget egy előadásért nem tanulok meg. Nekem nincs annyira jó memóriám. Élve a lehetőséggel, azzal az alkalommal, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, országjáró turnéba kezdtünk. Nem csak ebben a pillanatban, ebben az egész évben, tehát nem csak ehhez a dátumhoz kötődően, az egész évben olyannyira szeretnénk ezt az egész évben vinni, mutatni, hallgattatni, együtt megéletni a nézőkkel az egész országban, hogy például nagy örömömre általános iskolákba is eljutottunk már. Ahol én úgy gondolom, a gyerkőcöket eléggé hidegen hagyja az, hogy most ő 200 éve született vagy sem, hanem meg tudjuk mutatni azt a jelenlegi világhoz, jelenlegi gondolatisághoz kötődő költőt, akiről kiderül a fiatalok számára, hogy nem csak a forradalmár költőről, nem csak a forradalmár Petőfiről lehet hallani, és róla tudomást szerezni. A Pitagorasz tétel egyáltalán nem hozott lázba, teljesen hidegen hagyott. Ellenben mindig kaptam az alkalmon, hogy édesapámmal ülhessek a lovaskocsi bakján hosszú órákon át, és csak beszéljünk, akár nem is ránézve a másikra, csak érezve egymást. Igen, az életet akartam tudni, nem az ohm törvényt. Ijegyenlő úperen egyébként. És ezt a forró, forrongó élnivágyást olvastam ki Petőfi Sándor soraiból. Ezért utaztak velem ezek a könyvek mindig. Nem csak kötelező versek vannak, hanem ott van az a pasas, aki éppen úgy, mint manapság, véleménnyel bír a külvilágról, véleménnyel bír a körülötte lévő világról, és aki oda meri mondani. Tehát nekem ez volt nagyon-nagyon szimpatikus, amikor ezt a kötetet olvastam, forgattam. Ehhez válogattam össze a verseket, csodálatos zenei társra akadtam Somlai Valéria személyében. Úgyhogy összeállt így az 50 perc, ami nagyon nézhető, és ami számomra rendkívüli
módon meglepő volt, de nagyon nagy örömömre szolgált. Nem egy alkalommal, amikor vége van az előadásnak, oda jönnek nézők közül, és mondjuk egy aláírásért, egy fotóért, bármiért, és nem egy esetben pedagógusok elmondták, hogy miért nem így tanítjuk Petőfit. Azt gondolom, nem. Én úgy érzem, hogy számomra ez a legnagyobb elismerés, hogy tudok valami olyat mutatni, akivel már százezrek és százezrek találkoztak, százezerszer és százezerszer, és mégiscsak van benne új. A költészet napi megemlékezésnek a Dombóvári Művelődési Ház adott otthont. A szobámba tudtam adni, hogy készüljek. 1:45 múlva feltelepettem a szekére. Utitársaim már fönnültek. Egy borkereskedő zsidó, egy erdélyi szász kalmár, egy lengyel katonatiszt, és egy tótszületésű pápista pap, csinos fiatal húgával. Már aminek a tisztelendő úr nevezte a hölgyet. Már elhagytuk Gyöngyöst, elhagytuk Kápolnát, míg ön egyik másik utitársammal beszédbe kezdtem ereszkedni. Most se szóltam volna. De amint kiértünk a hevesi rónára, tisztelendő uram elkezdte gyalázni a sítot, mire kötelességemnek tartottam védőszót emelni, mégpedig amúgy Petőfi modorában. Azaz egész illendő koromvasággal. Nem tettek róla, de a szeretőmet, és a franciákat, és a túrós tésztát, és a rólaságot füle hallatára ne gyalázza senki. Ettől kezdve folyvást diskutáltunk a tisztelendő urammal, kiről csak hamar kiderítettem, hogy primo, roppant magyar gyűlölő, szekundó, roppant arisztokrata, terció, roppant nagy szamár. Egyéb szép tulajdonsága nincs. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!